Önkénteskedsz a Pálfery partin. Miért fontos ez számodra? Elkezdtem járni az előadásokra, sokat kaptam, és akkor egy évvel ezelőtt elkezdtem beszállni a szervezésbe, és akkor így tudok visszaadni. Én azért csinálom, mert nagyon szeretem. Szeretem, nyilván hasznos számomra az, hogy Ferinek az alkalmait látogatom, de egyébként meg a közösség miatt is csinálom, akik itt vannak. Feri nagyon sok embert megérint szerintem avval, amit mond, és akkor ilyen öröm azokkal együtt lenni, vagy valamit csinálni, akik szintén ugyanúgy megérintődnek. All about that funk boat that I'm about to start sailing now. All your riggers and all your party chickens, everybody's in the funky blowout. Rengetegen vannak. Ez nagyon durva. Ez igazából döbbenetes. 3 hete voltunk Pálfery sítáborban, és ott hirdették, illetve utána is kaptunk e-maileket, úgyhogy megtetszett, ott is a társaság, itt is, úgyhogy ezért. Összetartó közösség szerintem, és nagyon befogadó és barátságos. Now till the morning comes and I said, what I said. Nagy szabású. Igen. Meg nem számítottunk ennyi emberre, és ilyen nagyon meg van nagyra. Nagyon jól meg van szervezni. Tényleg jó. Mindenki barátságos, kedves, nem tudom, hogy amúgy miért nem ilyenek az emberek. Pálferihez járok amúgy, keddenként az alkalmaira, miséire, úgyhogy hát akkor itt vagyok a farsangon is. Nagyon élvezem az összes együttlétet, bulit, mindenféle lelki alkalmakat, mindenféle fizikai alkalmakat, mint ez is. Úgyhogy eddig nagyon jó. Alapvetően én nagyon értékelem az emberi kapcsolatokat, amik így embertől emberig szólnak, szóval, hogy a mai témához is kapcsolódva állarcok nélküliek, és ebből ritkán tapasztal az ember, de jó közösségben vagy ebben a jó csapatban ebből lehetett, szóval, hogy voltak őszinte beszélgetések. Például aki itt van mellettem, hölgy, és bátortalanul egy picit félreállt, ő például, hát 3 hete ismerjük egymást, de ilyen kicsit ilyen legjobb barátnő kategóriába kerültünk hamar. Ami meglepő, mert ilyen nem szokott velem történni. So let it be my turn to dance. So making a space up and on the floor, cause I really wanna take this chance. A Feri által mindenki felismerheti a saját sebzettségét, és dolgozhat rajta, de persze azért nem ilyen, hogy mondjam, ilyen szomorú az összkép a történetben, de nekem nagyon sokat jelent ez a szava, és szerintem itt elég bátrak, akik ez a közösség tagjai ahhoz, hogy ezzel szembenézzenek, vagy dolgozzanak. Egyébként meg egy jó közösség. Hogy tényleg egy baráti, akik számítanak egymásra, akik különböző olyan dolgokat csinálnak, most már van Caritas, ima csoport, minden, tehát egy ilyen értékteremtő dolgok. Nagyon nagy hiányzik a keresztény kultúrába, pont az önismeret, vagy az a fajta, jobban ránézni magunkra úgy lelkileg, amit mondjuk egy misén nem feltétlenül kap, esetleg egy lelki hétvégén jobban az ember, de itt az az oldaláról, ami az önismeret, vagy saját lelkedet tárt föl, hogy milyen dolgok vannak, akár párkapcsolat, vagy önismeret, amin dolgozhat, és szerintem sokkal nyitottabbak vagyunk, egymás is elfogadóbbak, ha látom, hogy nekem is ugyanolyan, mint neked is, tehát hogy hasonló a gondunk. Szerintem nem csak a keresztény kultúrához köthető, nagyon nagy hiány van a 20-40 éves korosztályban arra, hogy a fiatalok ismerkedni tudjanak, barátkozni tudjanak, és egy ilyen hiánypótló programokat tölt be ez a Pálferis közösség. Olyan emberek közé mész, akik ismerkedni akarnak, több esélyed van arra, hogy megismersz valakit, tudod, hogy van ez? Nem érzed úgy kirekesztve magad a társaságból, mert... Te ismerkedni akarsz, de bunkó vagy!